össze, és mindig semmi gond. Ez mindig gond. Van valami? Amikor látják egy ilyen cirkusz, akkor rögtön hisznek, hogy drogozik, meg isznek, meg ezek ilyenek, meg cigányok, meg ilyen. De én még igazán nem láttam szőke, kék szemű cigány. Mondják rátok néha, hogy cigány. Igen, vagytok. Mikor nem isznek. Danto! Die Tüte ist hier, nicht sie war schon da. Ich hatte schon ein Geschenk. Welches? Das ist für dich. És hány gyerek van a családban? Hat gyerek van. Igen, de nem az összes ugyanaz a anyu meg apa. Van. Öt. Igen, még Stefannak van három. Úgyhogy ez nem működik, mert ez már 8. Akkor 2 közös. Minden gyerek volt a cirkuszban? Mikor igen, kicsi? Minden. Aha. Ki a legkisebb? Fiasok. És a legidősebb? Az enyém nővérem. És cirkuszban már csak? Ez a 3 vagyok. 3 gyerek. Te vagy a legnagyobb. Igen. Te mennyi idős vagy? 15. A kislány az hány éves? 9. Egész kicsi volt már akkor is a cirkuszban volt? Igen, 2 évesen mindig. Igen. És a többi hol van most? Az egyik Olaszország, dolgozik egy ilyen kocsma, a másik Németország. Aha. Ott végezett 13 éves iskola. Aha. Aztán most megy Új-Zelandja. Egy évre, nem tudom mi, csak úgy. Vakáció. Meg a másik ez Bécsben dolgozik. Kovácsnak tanul. Egy család, 2 felnőtt és 3 gyerek. 20 év utazunk mindig a cirkuszkocsi bán lakunk. A bólapencből élünk, amit a szeljadásokkal keresünk. És most sokat látunk, hallunk és sokat trefálkozunk! Német vagyok. Jó, úgy születtem. Mennyi ideig éltél Németországban? 3 hónap, igen. És utána Olaszország? Olaszország, Németország, Magyarország, Szardénia, Szlovénia, Francia, Spanyolország, még ilyen sok ország. Egész kicsi voltál, mert akkor is cirkuszban voltál? Igen. Hány évig vagy cirkuszban már? Én
Az egész életem picit, de igazán 14 éve. Már, ja csak. 4 év korában. Hány állaton? 3 kecske, 7 ló, 3 kokos, 9 tyúk, 7, 13, 18 kiscsirke, 3 nyúl, 2 tengermalac, 2 libo, 2 kacsa,
Hard golem, harum kis golem. Két kutya. Két liba. Őt hat kis kacsa. Hey! Alex, treff ich! Ganz draußen, Herr. Alle Zutaten bekämpfen sich selbstverständlich von Gründen. Und die Speisesaal verhält. Uli hat es dir angeboten. Wie wäre es, wenn die verehrte Dame bitte mitkochen würde? Sie könnten die Töten bei Ähnlichlosigkeit ausgesetzt und die Wüste begeben. Wie oft sind jetzt die ganzen Touristenscharen vor den sicheren Tod gerettet, hätten ihnen das Wasser probieren und Sprit ausgeladen. Ez itt nekem nagyon romantikus. De nem romantikus. Mert aztán, amikor szakad az eső egy hét, akkor ilyen kicsi házba, vagy kocsiba vagy, akkor jönnek az emberek is mondjanak, hogy romantikus. Télen is együtt vagytok a papával, mamával, vagy akkor elmész vissza Németországba? Nem, mindig. Mindig? Mindig, igen. Én lakok a sárga kocsiba. Mindenki szeretne szabad lenni. Én csak ennyit tudok mondani erről, hogy az ember túl okos, hogy szabad legyen. Ja. Nem tud szabad lenni. Nem tud. Nem tud. Ez se szabadság, igaz? Nem. Mindenki ezt mondja, hogy szabadság, de nem szabadság. Ez hülyeség. Engem nagyon idegesít, hogy mindenki ide, hogy úgy de romantikus, úgy de romantikus. Aztán 2 óra múlva elmegy. Mert itt vannak az állatok. Itt van az előadás. Ja. Például most elmentem 3 napig, az egész cirkusz nem tudott dolgozni. Ja. És ez szabadság? Szerintem ez a szabadság, mikor neked semmi nem van. Valami enni, még enni, más meg. Mert mikor neked van egy kocsi, egy ház, vagy ilyesmi, akkor vesz már neked úgy, várjál, hogy lehet mondani, mikor kevesebb cuccod van, akkor szabadon. És amikor mondjuk itt vagy, közel van Győr, tehát érdekel téged, hogy a városban hogyan élnek emberek? Én csak akkor megyek városba, amikor kell valami, de annyira nem szeretem. Nem, nem szeretem. Nem.
túl nagy, túl sok ember, aha, kevés állatok még. Uh-huh. Nem jó. És cirkusz előadást nem csináltok városba, csak kicsi faluba mindig? Igen. Ezért, mert kicsi faluba minden ember ismeri minden embert, mindenki ismeri mindenkit. Ja. Aztán mindenki jön, és mikor késdobálásnak vagy ilyesmi, akkor rögtön nevetnek, mert nem tudom, nagybátya vagy barátja, de városban nincs ilyen. Te is tudsz barátkozni, mert minden két-három nap mentek más. Nem is akarok. Nem is akarok. Én már csináltam. Nem tudom, hogy mert tudod, a gyerekek, ami ugyan annyi éves, mint én, ami főleg Magyarország, nem tudok vele kezdeni semmit. De is vannak akkor csak az állatok, azok a barátok? Igen, körülbelül igen. Gyerekeket a legjobban akkor nevettek, amikor te vagy. Ezért ott vagyok, hogy valamikor, amikor van egy kis üres hely, akkor beugrok valamit csinálni. Nekem úgy tűnik, hogy te ezt szereted csinálni. Én már sok éven muszáj mindig föltenni, így nevetni. Jó, valamikor jó, de én csak csinálom, mert tudom, hogy abból lesz a pénz, abból élünk. Milyen autó? Hova gyerek autó? Kicsi, és a kicsi gyereke szereti csinálni, vagy? Szerintem igen. Nézi, szereti, igen. Nisz. Ő is. Annyira nem szeret, mert én mindig mondom, hogy nem szeretem, de nem szeretem, aztán neki is. És
És ezt, hogy te bohóc vagy, ilyen csapti lesz. Igen. Te találtad ki, vagy? Nem, ő találta ki. És te nem akarsz már nagy cirkuszba nagy bohóc lenni? Nem akarok. Nem akarsz. Tudod, ez a baj, hogy normális munkahelyed 8 óra dolgozol, aztán hazamész. Itt még nem dolgozol 8 óra, hanem mondjuk 6 óra egy nap, de az egész ó, 24 óra. Átszol aztán. Mindig van valami. És mindig itt kell már lennem, nem tudsz elmenni egy hétre, vagy ilyesmi. De nem ez a baj, hanem akarok az enyémet csinálni. Az enyém életet akarok csinálni. És ez mi lesz? Nem tudom. Ez az élet az enyém apa meg az anya. Nem a neveló, igen. Az enyém élet akkor kezd, mikor elmegyek. És ha elmész innen, akkor nektek van házatok Németország? Nem, van barát, ahol tudok élni eddig, igen. Nektek nincs házatok Németországban? Nem. A falu, ahol vagyok. Most télen építünk egy kocsit, még egy kocsit, mert kislány nem tud még vezetni, lovas kocsit. Nem jó neki, mert 10 évesen elég veszélyes. Együtt ülni egy ilyen kocsi, egy ilyen ló, ami 800 kiló. Ezért építünk egy új kocsi, hogy csak 2 kocsival mennek majd, mert én nem leszek ott. Majd áprilisban, ezt hiszem, megyek Németországra vizsgázni. Csak 10 év iskola után németek csinálnak egy vizsga, hogy legyen papír, hogy most tudsz menni dolgozni. Aztán megyek valamit csinálni, nem tudom meg. De ide nem jövök vissza. Nem.